Kalász Zoltán az elsők között érkezett az Aradi utcai telepre, hogy hulladékot adjon le. A makói férfi televíziónknak elmondta, örül a lehetőségnek, szerinte jó lenne minél több hasonló alkalom. Mi úgy vagyunk vele, hogyha olyan dolgunk keletkezik, elektronikai hulladék, azt nem visszük ki az árokpartra, meg nem dobjuk be a kukába, de megvárjuk, még van. Volt már korábban ilyen alkalomszerűen gyűjtés a városba, akkor is odavittük, és most is így voltunk vele, hogy a padláson gyűjtögettük, most hallottuk ezt az alkalmat, és örültünk neki, és azért hoztam el ide. 4 napon keresztül most ingyenesen, lakosonként 25 kg mennyiséget lehet leadni. Várnak nyomtatókat, számítógépeket, mobiltelefonokat, rádiókat, ám kizárólag egészben, nem bontott állapotban. Tudtuk meg Csermák Szilvia zöldváros tanácsnoktól. A törvényi szabályozás alapján azonban például képcsöves eszközöket nem tudnak fogadni. Kicsit nehéz ennek a hulladéknak a megszervezése, illetve hogy mi átvehető, mi nem átvehető, mit enged a törvény, mit nem. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy az út szélére, erdőkbe, házak elé kihordott szemét mennyiségét talán egy kicsit tudjuk ezzel csökkenteni, ezzel a fajta szemétgyűjtési akcióval. Szeretnénk ebből egy rendszeres személygyűjtési akciót szervezni. Nyilván ez függ majd az aktuális törvényektől. Az együttműködésnek szerintem akadálya nincs. A hulladék leadásához szükség van a személyi adatok megadására is, ezért a képviselő azt kéri a lakosoktól, hogy személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és adókártyájukat mindenképpen hozzák magukkal.